De sziasztok mindenki, itt van velünk Crash P. Sziasztok! Ugye ismerhetitek, ő több videómban szerepel, csak most 30 kilóval könnyebb lett, ahogy láthatjátok. Már a múltkori videóban, ugye sokan észrevették, ja, Ferike. Jó, nagyon jó esett a Ferikének, hogy észrevettétek. Tényleg ez egy fantasztikus teljesítmény, amit a Ferike produkált. És arra gondoltunk, hogy én kérdeznék tőle, hogy hogy sikerült ez, mert tudjuk, hogy sokan küzdenek túlsúlyossággal. Hát én neki a javaslom is van felesleg. A Ferike motivál, és szeretnék pár sztorit elmesélni. Szeretnénk, mert én ugye végigkövettem az egész procedúrát. Ez 3 hónap alatt sikerült, ugye? 3 hónap alatt ment le 25 kiló. Azta neki! Most már úgy lassabban, de most már így 31-2 körül mozog. Ez nagyon durva, és emlékszem fel, hogy pont nyáron kezdted. Nyár előtt kezdted egy kicsivel. Tudja rendesen csinálni, ja. Igen, és nagyon durva, mert pont a témához kapcsolódik, hogy jöttünk haza Playitről, voltunk Budapesten Playiten, és jöttünk haza, és megálltunk egy étterembe, és mindenki, a húgom is ki rendes kaját kért, én is pacolt ettem, azt hiszem, és a Feriki azt mondta, hogy ő nem kér enni, és végignézte, ahogy mi esszük ezeket a sok jó kaját, mert ő mondta, hogy otthon csirke mellett ették. Ja, ilyen diétásabb kajákat próbáltam enni, meg minden. De aztán nagyon megutáltam már ezzel minden, és akkor hát arra jöttem rá, hogy igazából ehetek mást is, csak rohadt keveset ettem mindenből. 3 hónap alatt ez a 25 kiló az nagyon sok. Igen. És hát igazából így bevált meg minden, de igazából, hogyha most így gondolnék egyet is abba hagynám, ez szerintem 2 hét alatt visszajönnek. Igen, mindig tartoz. Igen, mert igazából most már azért jobban tartok ilyen kajálásokat, meg ilyenek, és meg is látom, hogy olyankor szinte egyből egy ilyen 1,5 kiló visszaugrik, de utána ugye folytatom tovább a diétát, meg minden. Hát nagyon oda kell figyelni, de akkor azt is tudom, hogy a Ferike, hogy semmi üdítőt, nem volt sem. Csak vizet. Igen, meg belefértek ilyen ízesített vizek. Aha. Te mindig mondta, hogy ő csirkét eszik. Mondom, jó van, Felik, én is elkezdem. Hát sajnos én feladtam meg, mindig küldik az édességcsalókat. Ja igen, a másik az semmi édesség. Ja, semmi nasi. Kínáltam chipse, és akkor mondja, jó van, csak egy darabot. Mondom, nem, Felik, az én lelki ismeretel nem fogsz áradni, ha te most visszaszoksz minden nasira. És tényleg előtte óriási. Szerintem ez a legfontosabb, a lemondás. Hogy mekkora akaraterő kell. Igazából nekem meg főleg, mert én szinte állandóan zabáltam. Miért? A házi buliban mindig mi ketten. Igen. Csoki meg izé bármi jöhetett, aztán úgy tényleg nehéz volt utána ezekről lemondani. Igen. Egy ilyen gyereknek, mint nekem. De lehetséges, ezt akarik ez a videóval közvetítve felikét, hogy megcsinálta, be is van. Pedig tényleg nem gondoltam volna, hogy ennyi sikerül majd lefogyni, mert rengetegszer belekezdtem is. Igen, nagyon sok próbálkozás volt. És igen, a másik, amire ki akartam térni, hogy szerintem 80%-ban kaján múlik. Ferike is mozgott, ő szobabicikliztél, mert az a nyáron mozogtál, de a kaja volt a döntő. Igen, nem mozogtam volna semmit, akkor is olvadtak volna le a kilók. Így van, a kaja. Kaján múlik tényleg. Nagyon sokba. Igen, 80%-ban úgy gondolom a kaján múlik. Úgyhogy ez nem hülyeség, amikor mondják el. Igen. Ja, meg mindig azt kérdezgették, amikor így látták már, hogy fogytam, meg minden, hogy és akkor semmi kenyér, meg szénhidrát, meg ilyenek, de igazából lehet venni már ilyen 70%-kal csökkentett szénhidrát, kenyeret. Igen. Én azt nagyon sokszor ettem, nem tudom, délben, vagy ilyesmi, és mentek úgy is a kilók, úgyhogy... Igen. Szóval lehet enni, csak nagyon mértékkel, hogy ne telítsen el, vagy nem tudom, meg sok vizet kell inni, és lemondani a nasikról. Nekem személy szerint ez a legnehezebb. Én 2 hétig bírtam múltkor édesség nélkül, de már stresszes voltam. Ugye hirtelen nem nagyon szabad megvonni a cukrot magadtól, de ha itt elég ízesített vizet, abban volt az egy kicsi. Meg kávéztál? Ja, de mindenhez így édesítőt használtam. Aha, édesítőszert használtam. Ja, meg az volt ugye rossz, hogy hazamész, és akkor anyádnak ott van a íze, nem tudom, milyen kajája, és akkor meg csak ízik a csirke mellett, már megutáltál 6 szó. De igen, de arra, ugye gratulálunk Ferikének, de tényleg arra akarunk kiukadni, hogy igen, nagyon sok volt ez a fogyás, hogy egyetek, csak ne annyit. A Ferike egy kicsit felgyorsította a dolgokat, de
de ő nagyon elszánt volt, tényleg. Muszáj volt valamit okozni, mert... Nagyon sokszor neki indult a Ferike, és igen, arra akartam még kitérni, hogy egyszer jött a kedvenc rapperei koncertjére ment, és akkor csalónap lehet ilyet, nagyon ritkán lehet, hogy csörözött, vagy valami kis süteményt evett, vagy valami, hogy azért nagyon néha belefér. Persze, szinte kell is ilyet csinálnod. A Ferike is, én is, meg a Ferike tesó, és rengeteget böngészték az internetet, hogy lehetne, mit lehet, de tényleg, ha nem kezded el, vagy ha nem mozdulsz meg, én is ugye régen akármennyit ettem, de sportoltam mellette, nem híztam. Úgyhogy, ha valaki folyamatosan sportol, és teleeszi magát, nem fog elhízni. De, hogyha valaki nem mozog, és úgy szeretne lefogyni, akkor ajánlod, jó, azért mozogjon egy minimálisat, hogyha nem nagyon szeret sportolni, de a kaja, de nézzétek meg, a kaján ennyi múlik. Hát ja, és tényleg az is igaz, hogy amíg agyban nem döntöd el, igen, hogy el akarsz fogni. Igen, hát ez óriás, tényleg ott elszik az étteremben a pacalt, a dúzapörkölt, a Ferike, hát óriási, meg ja. Hogy itt előtte tényleg chipset vagy csokit esznek. Mert én mindig úgy próbáltam fogni, hogy na majd hétfőtől meg minden, de ez hülyeség. Ilyet nem szabad mondani magam. Meg majd mindig más. Akkor sose sikerült. Sose sikerült. Mit tudom én, csütörtök volt, akkor ma kezdem, mert nem hiszem majd. És mi volt a fő motivációt, hogy na most már tényleg, amikor elkezdted? Hát, hogy már nagyon nem éreztem jól magam a bőröm. Elfogad maga. A videókat is, amiket csináltunk, igen, hogy úristen basszus. Igen, emlékszem, Ferike mindig rám szólt, Dani, léci, közelíts rám, hogy ne látszódjon, tényleg, most senki sem szeretném. Én nekem is látszik sokszor hasam, nem szeretem. De gyerekek, ilyenek vagyunk, olyan és akkor el voltál hízva, igen. Videó tényleg, nagyon, tényleg ott nem törődött senki azzal, hogy nézzünk ki, mert ugye a poén videó, ugye, tényleg nem törődött senki vele, de azért mégis az embernek saját magát kell elfogadni, és jól érezni magát a bőrében. Ferike megcsinálta, úgyhogy bárkinek lehetsége. Azért még szeretnék. Mi, hova szeretnél, majd jó van, már ne fogyjál. De jó, jobban néz ki, sokkal jobban néz ki. Majd a csajok is mondják nyomni. De nem szabad koplalni, gyerekek. Akkor volt a rossz, ugye, a kajálás az 6 órakor volt, és amikor mondjuk nem. Fennmaradsz ilyen hajnali 4-ig, hogyha eljárom, és akkor hallod, hogy egyfogytában korog a hasad meg minden. Nem szabad. De néha ilyenkor, ha valaki éhes, akkor igyon meg, mit tudom én, egy fél liter vizet, mert lehet, hogy nem éhes, csak ugye a víz az fogyaszt, szerintem az is fogyaszt. De úgy gondolom, aki nem adja fel, ilyen fantasztikus eredményeket érhet el, és mindenféleképpen figyelemre méltó, mert Magyarországon sajnos egyre több az elhízás. Néztem múltkor, vagy hallottam statisztikákat, hogy mit tudom én, mindenhanyadik ember túlsúlyos. Ez ellen tenni kell, mert az egészségre ugye káros. Én is most elkezdtem edzeni, úgyhogy most én sem adom fel. Mindenféleképpen fogadjátok meg szerintem azokat a tanácsokat, amit adtunk. Még egyszer mondjuk, hogy a Ferikét bemutattuk, hogy milyen... Mert azért gondoltam egy ilyen videóra, mert múltkor sokan írták abba a videóba, hogy tök király, mennyit fogyott a haverod, és akkor szeretnénk ugye ez is, ennek a videónak is üzenete van, hogy meg lehet csinálni ez a videó üzenete, hogy képes rá az ember, hogyha nagyon elszánt. És tényleg a Ferikének nagyon nehéz volt, mert mindig voltunk buliba, a chips, mindig bikettel van már. Rajta még mindig bevetszik. Nehéz volt megszökni, hogy erről lemondás, úgyhogy óriási, ezt fejbe kell eldönteni. Aki elkezdi, fejbe kell eldönteni. Addig nincs semmi. Addig nincs semmi. Sokszor elkezdted, de visszaestél. Hogy ettél egy sütit, és akkor visszaestél. Ez a baj ezzel amúgy, hogy mert ugye persze néha simán belefér, csak nálam ugye amikor így próbálkoztam, akkor mindig az volt a baj, hogy hát akkor most tartok egy csalónapot meg minden, és utána meg már... Na, az összes többi is csalónap. Nem érdekelt, ja. Azta. Ugye a túlsúlyos embereket sajnos sokan piszkálják, és nem is tudják, hogy ez mennyire rosszul érintheti az adott embert, úgyhogy Ferikét megkérdezzük, hogy ez hogy érintette őt, vagy hogy piszkáltok, vagy piszkáltok-e egyáltalán, mert azért a személyiségedből ítélve én nem piszkálok, mert nagyon jó fej gyerek vagy, de azért előfordul, hogy valaki megszólhatta. Hát én szerencsére ezt megúsztam, hogy engem nem piszkáltak ezzel, de így, haverjaim meg ilyenek így viccből csak így ugye elkezdtek így ezzel cseszegetni meg ilyenek, és akkor csak röhögtünk rajta meg mindent, de belül azért ez piszkált nagyon. Rosszul esik, ja. Igen. Még jól elreagáltak ki. Ja. De aztán meg az meg nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor így lefogytam ezt a 30 kilót, hogy utána szinte mindegyik
elkezdett gratulálni. Gratuláltak, ilyen meg. Mert ez szerintem, aki a környezetedben is van, mondom, nekem is motiváló volt, hogy van egy barátom, akinek sikerült. És tényleg meg lehet csinálni, csak akarat erő kell hozzá. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztek ezt a videót. Köszönöm a Ferikének. Egy like, egy gratuláció Ferikének. Mert ez szerintem óriási teljesítmény, amit Ferike produkált. Ne egyetek meg 3 szelet kenyeret, csak másfél szelet szalámis kenyeret. Vagy mit tudom én esznek. Nem magamnak is mondom, mert én is ezzel a problémával küzdök, hogy vissza kéne fogni a kajákat, vagy a kajákat, nem este 10-kor kéne neki ülni, vacsorázni. Úgyhogy a videó tanulsága annyi lenne, hogy ne adjátok fel, aki fogyni szeretne, ne hallgasson a többiekre, mert sikerülhet, és utána nevetve mondhatja a Ferike, hogy sikerült, ő megcsinálta, úgyhogy köszönjük szépen, és reméljük, hogy hatásos volt ez a videó, szerettük volna ezt nektek bemutatni, úgyhogy köszönöm szépen Ferikének. Én is köszönöm. Sziasztok! Sziasztok.